Tehát Orbán Viktornak az az elvárása, hogy Budapesten középszerű dolog nem épülhet. Mi soha nem mini Dubajt építünk, hanem maxi Dubaj lesz, ha megépül. A Nemzeti Pantheon látványát elrondító toronyházak, magasházak egészen biztosan nem épülhetnek Rákosrendezőn. Nem magasságában kell ugyanakkor lenni, kvalitásában, mint a világ legjobb épületeinek, és ez megvalósul, akkor büszkék leszünk rá, ha nem, akkor nagyon szomorúak leszünk, és nagyon sokat fogjuk nézni, nagyon hosszú ideig. Budapest egy történetileg kialakult város, Dubaja semmiből nőtt nagyra. Tehát mi az a tevékenység, ami ezen a területen? Mit jelent az, hogy Dubaj? Táncosnők lesznek? Kaszinók lesznek? Évtizedek óta Budapest szégyenfoltja Rákosrendező, ami most arab befektetők által újulhat meg. A tervek szerint 600-650 ezer négyzetmétert építenének be, és 250-350 ezer négyzetméteren épülne közpark. Ez összesen nagyjából akkora terület, mint a Városliget. Egy ekkora városnegyed fejlesztés az egész fővárosra hatással lehet. Mivel a kormány mini, majd Orbán Viktor Maxi Dubajnak nevezte a tervet, megindult a vita, hogy kellenek-e a városba felhőkarcolók. Ebben a riportban erre is keressük a választ, de azt is megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen város is lehet Budapestből 20-30 év múlva. Hol van szükség felhőkarcolókra, hol műemléki épületekre, és hol parkokra. Mitől lehet Budapest vonzó város a benne élőknek és a turistáknak egyaránt? Ez itt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró magazinja, Benyó Ritával. Az elmúlt évtizedekben sok terv készült Budapest fejlesztésére. Több terv ment a kukába, mint például a nyugati pályaudvar mögé tervezett kormányzati negyed, de van, ami a viták ellenére már jó részt el is készült, mint a Budai Vár, a Városliget vagy a MOL Campus. A fejlesztések akkor jók, mondják a szakemberek, ha vonzóvá teszik a fővárost, nem csak a turistáknak, hanem a benne élőknek is. Sokan csak a MOL tornyot ismerik, de itt a Duna partján egy egész új városnegyed épült fel, a Budapart. A világ trendnek megfelelően ez az egyik első úgynevezett 15 perces város, ami nem jelent mást, mint hogy sétatávolságra van munkahely, lakás, oktatási intézmény, egészségügyi szolgáltatás, sport lehetőség, vagyis minden egy helyen. Ennek a rozsdaövezetnek az átalakítása bő évtizeddel ezelőtt kezdődött a Kopaszigát fejlesztésével. Budapesten nem alakult ki egy klasszikus belvárosi üzleti központ, ezért az ingatlan fejlesztő azzal a felvetéssel élt, hogy ez legyen a főváros egyes számú üzleti negyede. Nem véletlen, hogy a MOL úgy döntött, hogy a székházát ide költözteti. Sranc Mihály építész, a terület ingatlanfejlesztésének megálmodója, írásban válaszolt a kérdéseimre. Szerinte Budapest tele van olyan stratégiai helyen lévő rozsdaövezetekkel, melyek megfelelő hasznosításával úgynevezett 15 perces városnegyedeket lehet fejleszteni. Ezek a jó minőségű új városnegyedek képesek lennének alternatívát biztosítani, megállítani a kiáramlást, adott esetben visszavonzani az agglomerációban lakókat. Ezzel pedig jelentősen csökkenteni az ingázó autós közlekedést és a dugókat. Ezért Sranc Mihály szerint a Rákosrendező területén megvalósítható új városnegyedre és az ehhez hasonló fejlesztésekre alapvető szüksége van Budapestnek. A kérdés, hogy milyen minőségben és ütemben valósul meg, és a közérdek megfelelő képviseletére hogyan kerül sor. Látványos nagy fejlesztéseket láttunk már az elmúlt évtizedekben bejelenteni és aztán lefújni. A Gyurcsány kormány nyugati pályaudvar mögötti rozsdaövezeti területet nézte ki arra, hogy kormányzati negyedet építsen oda. 2007-ben nyilvánosan hirdették ki a győztes tervpályázatot. Elköltöttek rá 9 milliárd forintot, hogy aztán alig egy év múlva bejelentsék a tervek lefújását.
Erre a mostoha sorsú részre tervezte egyébként 2010 után először a múzeum negyedet is az Orbán kormány. Aztán ez lekerült a napirendről, de állandó téma, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a résszel a város szívében. Ezért esett az Egyensúly Intézet választása is erre a területre, amikor egy koncepció videóban megtervezték, hogyan is nézne ki egy olyan 15 perces városrész, amelyben az összes javaslatuk megvalósul. Toronyházastól, csillapított autóforgalmastól, zöld zónástól. Szerintük szüksége van Budapestnek egy toronyház koncepcióra, amely vonza az innovációt, vonza a fiatalokat. Ugyanis Budapestről a rendszerváltás óta 300 ezer ember eltűnt. Az elnéptelenedő nagyvárosok pedig csökkentik a gazdasági versenyképességet, növeli az ingázó autóforgalmat, és még számtalan hátránya van. Budapesten rettenetesen kevés lakás épül, nem csak bérlakás, minden típusú lakás. Ha megnézzük a szomszédos országokat, Bécs, szomszédos ország fővárosait, Bécstől Pozsonyon át Varsóig, akkor azt látjuk, hogy az egyfőre jutó lakásépítés ezekben a városokban az elmúlt egy évtizedben jóval magasabb volt, mint Budapesten. Csak hogy minek építsenek, ha közben meg 300 ezeren elmentek Budapestről? Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, és ezért is jelent meg az Egyensúly Intézetnek egy szakpolitikai javaslata a szuburbanizáció, tehát a városból való kitelepülésnek a csökkentésére, és arról, hogy hogyan lehetnének vonzóbbak a nagyvárosok. Azért hagyják el a nagyvárosokat a budapestiek, meg egyébként a megyeszékhelyeken is azért települnek ki az emberek a megyeszékhelyek agglomerációjába, mert magasak a lakásárak, mert nincsen elég zöld terület, rendezett zöld terület, tehát hogy parkok, játszóterek, és harmadrészt pedig azért, mert hogy nem elég tiszták és nem elég jó közszolgáltatásokat nyújtanak ezek a városok. Rákos rendező Budapest szívében, a Hősök tere mögött elterülő 130 hektáros terület. Az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett egy olyan rozsdaövezet, amelynek megújításáról évtizedek óta beszélnek politikusok, városfejlesztő szakemberek és építészek. November végén a V-Square hírlevelében jelent meg először egy a tárgyalásokat ismerő, a kormányhoz közel álló forrásra hivatkozva, hogy arab befektetővel újítaná meg a magyar kormány ezt a területet. Az ott megjelent információk szerint a dubai Burj Khalifát, a világ legmagasabb épületét is építető Mohamed Alabar nem csak egy 220-240 méter magas tornyot építene Rákos rendezőre, de egy kisebb dubajszerű negyedet is, irodablokkokkal és luxuslakásokkal. Arra kaptam utasítást, hogy megkezdődjön a terület föltárása, föltérképezése, majd mentesítése is, és a későbbi hasznosítása. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök megfogalmazott azonban elvárásokat. Először is középszerű dolog nem épülhet, tehát Orbán Viktornak az az elvárása, hogy Budapesten középszerű dolog nem épülhet. Mi soha nem mini Dubajt építünk, hanem maxi Dubaj lesz, ha megépül. Lázár János december elején beszélt a tervekről, de sok konkrétumot nem árult el. A Magyar Államvasutak rendelkezik a főváros területén egy 30 éve nem használt területtel, a Rákos rendező pályaudvarral, amelynek a megfejlesztésével lényegében nem kevesebbre vállalkoznánk, mint az Andrássy út meghosszabbítására. Tehát az Andrássy út folytatásaképpen létrejönne a főváros legfontosabb tengelye. A millenniumi régi városközpont után épülhetne egy új millenniumi városközpont. Az arab befektető Mohamed Alabar a szomszédos Belgrádban a kormány támogatásával már lassan egy évtizede építi a hatalmas ellentmondásokkal övezett úgynevezett Belgrád Waterfront városrészt. A szerb fővárosban is a központi pályaudvar mögötti rozsdaövezet megtisztításával alakult ki az új városrész. Többek között luxus lakások, egy 168 méteres Kula Belgrád névre keresztelt toronyház és Európa legnagyobb bevásárlóközpontja épült meg. Az egész projekt előkészítése titokban zajlott.
a szerződések nem voltak nyilvánosak, nem volt társadalmi egyeztetés, és a helyi szerb építészek szinte teljesen ki voltak zárva a tervezésből. A kritikusok szerint ráadásul nem Belgrád általános fejlődését segíti a projekt, mivel az ideépülő luxuslakások csak egy nagyon szűk réteg számára elérhetőek. Budapest vezetése ennek megismétlődésétől tart, és az azóta kiszivárgó hírek is erre utalnak. Az arab befektetők a Válasz Online információi szerint már 450 méteres toronyházat, ami körülbelül a normafa magassága, a belgrádinál is nagyobb plázát és 50 ezer lakást szeretnének építeni a kormány támogatásával. Nem csak Budapesten, hanem egész Magyarországon, sőt, talán egész Kelet-Közép-Európában nincs még egy ilyen értékes, fejlesztendő terület. A főpolgármester szerint épp ezért nagyon nem mindegy, hogy mit terveznek ide, mert az örökre megváltoztathatja Budapestet. Na, mi az, ami nem lehet a Rákos rendezőn? A világörökségi védelem alatt álló Hősök tere, a Nemzeti Panteón látványát elrondító toronyházak, magasházak egészen biztosan nem épülhetnek Rákos rendezőn. A kormány még semmilyen konkrét elképzelést nem mutatott be. A főváros viszont nyilvánosságra hozta a még Tarlós István idején elindított terveket, a Rákos rendezőre tervezett parkváros koncepciót. Ebben nem szerepel magas ház. A főváros egy látványvizsgálatot is végzett azóta, ami szerintük igazolja, hogy ha a tervek megépülnek, az jóvá tehetetlenül megváltoztatná az Andrássy út és a Hősök tere látképét. Igaz, a kormány szerint még nem eldöntött, hogy épülhetnek-e felhőkarcolók Budapesten. Mai napig úgy gondolom, hogy tájsebb a MOL torony és esztétikai környezetszennyezés, a megépítése is, és a minősége is. Azonban ilyen szempontból sajnos az ősbűn megszületett, hiszen most már van magas ház Budapesten, ráadásul a budai oldalon. Egy társadalmi vitát és egy beszélgetést megér az, hogy további magas házakra egyáltalán van-e szükség. Én azok közé tartozom, aki inkább azt mondja, hogy nem. A jelenlegi szabályozás szerint egyébként legfeljebb 90 méter magas házat lehet építeni Budapesten. Egyetlen kivétel idáig a MOL torony, amely 143 méter magas. Mindjárt láthatják, hogy mit gondolnak a szakemberek a magas házakról. De előtte mutatom, hogy mit gondolnak az emberek, legalábbis a főváros által rendelt Median kutatás szerint. A Fidesz szavazók majdnem fele, az ellenzékiek kétharmada és a bizonytalanok többsége sehol nem támogatná felhőkarcoló építését. Ezzel összességében a budapestiek döntő többsége ellenzi a 143 méternél magasabb épületek építését. Annak ellenére, hogy az építészetben egyre inkább ez a trend, és még a Budapesthez hasonló történelmi és építészeti hagyományokkal rendelkező városokban, mint például Bécs vagy Prága is, épülnek felhőkarcolók. Igaz, sehol sem vita nélkül. Budapest főépítészével az új atlétikai stadion mögötti területen, a Diákváros tervezett helyszínén találkoztam. Azért itt, mert Erő Zoltán szerint a fővárosnak elsősorban az ehhez hasonló beruházásokra lenne égető szüksége. Ennek részleteit is mindjárt mutatom, de előtte még térjünk vissza a budapesti Maxi Dubaj tervekhez. Tudnak-e önök ezekről a tervekről már bármit? Megkeresték-e önöket? Van-e bármilyen egyeztetés? Ugyanannyit tudunk, mint a sajtó, tehát mi nálunk még nem jártak sem a fejlesztők, sem a kormány képviselői. Amit tudunk, az az, hogy ezen a területen egy komolyabb átalakulásra számítunk. Ennek megfelelően nyitottak a beépítésnek a paraméterei, de hát őszintén szólva nem értjük azokat a hírfoszlányokat, hogy itt 200 méteres, 240 méteres toronyházak épülnének. Budapest területén nem lehet 90 méternél magasabb házat építeni. Ez most úgy híresült el, hogy Mini vagy a miniszterelnöki sajtótájékoztató után Maxi Dubaj. Van-e Budapesten helye ön szerint, mint főépítész? Van-e helye egyébként? Bármit is gondolunk a Dubajról, de egy mit dubai gondolunk? Városrész. De mit gondolunk? Mert ugye
Budapest egy történetileg kialakult város. Dubaja semmiből nőtt nagyra. Tehát mi az a tevékenység, ami ezen a területen? Mit jelent az, hogy Dubaj? Táncos nők lesznek? Kaszinók lesznek? Hát mondom, egy mulató negyed? Amit mi gondolunk egy ilyen fejlesztésnél, ami ezen a területen le van rajzolva a Diákvárosra, hogy 4-5-6 emeletes házakkal, városias struktúrával, közösségi terekkel, közösségi zöld felületekkel lehet egy nagyon vonzó, élhető városrészt kialakítani. Ha ezt akarja a befektető, akkor mi fogunk a legjobban örülni. 20 évvel ezelőtt kapott műemléki védelmet a nagy vásártelep, de azóta láthatják, egyre rosszabb állapotban van. Ez lenne az egyik központi eleme, épülete a Diákvárosnak, ami az egyik legnagyobb új városrész lehetne egész Budapesten. Budapesten hiányzik több ezer kollégiumi férőhely. Évek óta probléma, hogy a magas bérleti árak mellett nem megoldott a diákok lakhatása. Ha ez a projekt megépülne, az az egész bérlakás piacra hatással lenne. A tervek egyébként évekkel ezelőtt elkészültek, és a Fudan Egyetem ötletéig úgy tűnt, hogy a főváros és a kormány is elkötelezett ennek megvalósításában. Ahol itt állunk, ez a rész a nagyvásártelep előtti térrésszel együtt, ez lenne a Diákváros központja. Mert ugye itt a Duna, itt a Duna, már itt van a stadion. Rálátunk a hegyekre, a terepet pedig úgy alakították volna, vagy hát a terveken ez így szerepel, hogy itt lelépcsőzik a Duna szintjére. Az, hogy egy új városrésznek egy ilyen főtere lehessen, ez egy hatalmas ajándéka az adottságoknak. Itt már eleve azzal számoltak a tervezők, hogy autómentes város, tehát minimális autóhasználat, már egy új közösség, új lakóközösségek már carsharinggel tudnák használni, eleve kerékpárral tudják használni, közösségi közlekedés jól ki lenne építve, a kettes villamosnak lenne egy ága, amelyik ide benyúlik. Ugye a hév az egy, megint csak egy kiváló adottság, hogy ez hosszabb távon be tudjon épülni a város mindennapi életébe. Hogyha 15 év alatt épülne egy 50-60-70 ezer lakás, tudná pótolni azt, ami azért minőségileg már nem tartható meg. Én nagyon a felújításnak és a műemlékvédelemnek és a történeti épületek megújításának, használatának a pártján vagyok. Régebben ezzel foglalkoztam döntően. De látni kell, hogy nem lehet minden történeti épületet megtartani. Tehát vannak olyan lerobbant, lepusztult lakóterületek, amiket nem felújítani kell, hanem lecserélni. Ha már a történeti épületeknél tartunk, ugye az állam, amiben nagy pénzt investál, az a Várnegyednek felújítása, illetve újjáépítése. Mit gondol unblock a program? Unblock nem szeretem azt a gesztust, hogy betonból építünk történeti épületeket. Ennek sok oka van, hogy miért nem szeretjük. A budai vár 750 éves történetének új fejezete kezdődött 10 évvel ezelőtt, amikor a harmadik Orbán kormány meghirdette a Haussmann programot, amelynek keretében a háborúban elpusztult épületeket újjáépítik. Ezzel együtt a vita is megélénkült, ami sokkal inkább politikai, mint sem szakmai vita. Az első Orbán kormány alatt 1998-ban merült fel először a budai vár megújítása, és a miniszterelnök, illetve a minisztériumok várba költözése. Akkor még a Sándor palotát szánták a miniszterelnökségnek, a volt karmelita kolostort pedig állami hivatalnak. Aztán a második Orbán kormány 2011-ben elfogadott egy határozati javaslatot, ami a miniszterelnököt arra kötelezte, hogy kiköltözzön a parlamentből. 2018-ban készült el a karmelita kolostor, amibe a miniszterelnökség költözött, de itt nem állt meg az építkezés. Az elmúlt években visszaépült a régi lovarda.
épül a volt Honvéd főparancsnokság, a József főhercegi palota. A Szentháromság téren szinte már teljesen kész a pénzügyminisztériumnak szánt épület. Tervben van még a teljes palota visszaalakítása a háború előtti állapotokra. A 2015-ben még 200 milliárdra fecsült beruházás már most 300 milliárdnál jár, és egyáltalán nem látni, hogy hol lesz a költségek vége. A megbízást a legtöbb épület rekonstrukciójára a Westhungeriabau Kft. Nyerte eddig. A VHB Kft. Tulajdonosa a győri milliárdos Pár Attila, aki Tiborcz István a kormányfő vejének üzlettársaként is ismert. Végig kellett jelni titokban ezt az egész részt itt, hogy hol mi lesz Széchenyi könyvtár. Mi Nagy Csaba építésszel, aki 98-ban még maga is részt vett a budai vár újjáépítési koncepciójának kialakításában, néztük meg az építkezés szakmai szempontjait. Nyilván itt a praktikussági szempontok jönnek elő, és ebben a vasbeton az egy jóval praktikusabb építőanyag, azért gyorsabban lehet belőle építkezni, mint hogyha a téglából vagy a hagyományos épületszerkezetekkel építenék az egészet föl. Hogy ez mennyire fenntartható és milyen környezeti lábnyom van egy vasbetonnak a mai világban, amikor ez egy kicsit ilyen gyűlölt anyaggá válik már versus a fával szemben, azért az egy kérdés. Volt egy nagyon erőteljes szakmai, kicsit dogmatikus álláspont korábban, mondjuk 20-25 évvel ezelőttig, vagy 10 évvel ezelőttig biztosan, amikor tiltott dolog volt a helyreállítás, akár még az épületnek a kiegészítése is. És aztán utána ennek ugye a másik véglete az, amikor megállítsunk mindent helyre úgy, ahogy azon a részen volt. Ennek vannak azért ezek a gyakorlati problémái, épület szerkezeti vonatkozásban, hogy ma azért egyetlen házat se úgy szeretnénk visszaépíteni, mint ahogy régen volt, mert az sokkal munkaigényesebb, és azokat az elvárásokat, amit egy mai ember szeretne, hogy ne fázzon egy házon belül, ha ilyen hideg van, mint most itt kint, meg pára lecsapódás, meg egyéb ilyen dolog, akkor már sokkal korszerűbb eszközökkel kell csinálni bármit is, ami úgy néz ki, mint régen volt. Vagy mindezen a részen előjön itt mögöttem lévő részén, amit így mondjuk én építészként, kortárs homlokzatként apostrofálnék, de igazából ez egy építkezésnek egy félbehagyott fagya, és ha nyilván minden laikus ember erre ránéz, akkor ez látja, hogy ez nem egy kortárs épület, ami nincs befejezve, hanem egy tűzfal. Budapest főépítésze szerint az az egyik probléma a Haussmann projekttel, hogy elszívja az energiát a kortárs építészeti gondolkodástól. Mi nekünk azért régi műemlékes szakembereknek általában nem szimpatikus az, hogyha visszaépítünk betonból történeti épületeket, mi ezeket hamisítványoknak tekintjük, még akkor is, hogyha a végén olyan lesz, minthogyha itt maradt volna, de ez rengeteg energiát és kreativitást von el a mai feladatoktól, a mai gondolatainktól, hogy mit szeretnénk ezzel kapcsolatban kérdést fölvetni és megválaszolni. És hát a harmadik dolog, amitől még mindig nagyon tartunk, hogy a Nemzeti Galéria kitelepítése a cél, ezért a Városligetben föl akar épülni a zöld felületben egy új Nemzeti Galéria, ami oda nem való. A régi Pecsa területén. Ezt oda mi nem tartjuk jónak, tehát a Városligetnek a történeti kert jellegét lehetne most visszaállítani, és ebben megnyugodni. És hát azt se tudjuk, hogy a Nemzeti Galéria helyén mi lesz a Királyi Palotában sok 100 milliárd forintért. Fértés ne essék, nem kormányzati funkció lesz a budai palotában. Múzeum lesz az is, csak úgy, mint a Varsóban helyreállított egyébként háború után, ott még jobban lerombolták a várat. Tehát magyarul múzeumi funkció marad, és ne felejtsük el, az, hogy ide lekerült az Újnemzeti Galéria, ez nem azt jelenti, hogy Budapesten ezen kívül nem lesz több múzeum, csak ide kerülne be. Egyben is volt, hogy ez majd milyen többletlátogatást vonz. Nem fogja túlterhelni a ligetet. A Liget nemzetközi összehasonlításban egyébként, mint park funkcióban igazán alulhasznosított. 10 éves már a Városliget projekt, de még mindig nincs teljesen kész. A Nemzeti Galéria épülete például még nem épült fel. Eleinte nagyon hangos tiltakozás övezte a beruházást, mostanra azonban ezek a viták szinte teljesen elültek.
A ligetvédők az építkezések kezdetén 2018-ban többször összetűzésbe kerültek a rendőrökkel. Több hónapra elfoglaltak egy területet, ezzel is igyekeztek megakadályozni az építkezést és a fakivágásokat. A fő kifogásuk a több száz fa kivágása volt, amit szerintük nem pótolnak az újonnan ültetett fák. A másik kritika hasonlóan a budai vár rekonstrukcióhoz, hogy a 100 milliárdosként indult projekt költségeit most már inkább 1000 milliárdra becsülik. Bán László szerint az eltelt évek és a valóság azt igazolja, hogy a félelmek irracionálisak voltak, és az emberek nem csak elfogadták, de szeretik, ami a Városligetben létrejött. Eddig jövőképekről vitatkoztunk. Elpusztítják, tönkreteszik, lebetonozzák, vagy pedig, amit mindig is mutattuk a látványterveket, milyen lesz. Hozzáteszem, sokkal szebb lett a látványterveknél. Tehát a valóság döntött el. Ez volt az a Rubikon, amin át kellett lépnünk, ez megtörtént, és több millióan látogatták már a ligetet, és tetszik mindenkinek, függően attól, hogy egyébként mit gondolt előtte a liget fejlesztését. Ugye a vita középpontjában leginkább az állt, hogy például egy múzeum negyedet, azt ide kell-e, vagy mondjuk egy rozsdaövezetbe, mint például a Rákos rendező, ahol most ugye mozgolódás van, és valami biztos, hogy lesz. Az idő mit igazol ön szerint? Azt kell mondanom, hogy sose jutottunk volna eszünkbe, ha a ligetnek nem ez lett volna a saját hagyománya. Tehát a liget azért volt és ma is a leglátogatottabb közparkja a Magyarországnak, mert nem egyszerűen a zöld felt vonza az embereket. Tehát a vita eleve már az induló pontján sem volt teljesen tárgyszerű, hiszen nem arról volt szó, hogy egy meglévő zöld parkot, amelyben nincs, csak a körülötte van a kép. Pont fordítva volt, nem körülötte voltak az intézmények, hanem benne. Szép most. Ez az a helyszín az, tehát ugye ez igen, az a helyszín. Ez a régi Pecsa. Az a régi Pecsa helye, és nagyon fontos, amit vállaltunk, úgyis van, hogy a Pecsa ugye volt neki egy állandó kültéri színpada, ami szintén le volt betonozva, tehát azzal együtt nem foglalja több területet a ligetből, mint a Pecsa, de fontosabb viszonyunk, a Pecsa ott volt a BMW-nek a központi pavilonja, annak előtte pedig ott volt a nagyiparcsarnok, tehát 1985 óta itt épület áll a ligetben, tehát ennek most már lassan 140 éve. Ahogy említettem, egy nagy építkezés, a Nemzeti Galéria felépítése még hátra van. A múzeum tervezőit nemzetközi építészeti tervpályázaton választották ki, melyet a világ egyik legjobbnak tartott építészirodája, a Japán Sanaa nyert el. Ami Bán László szerint azért fontos, mert ahhoz, hogy Budapest a nemzetközi turisztikai térképen is fontos város legyen, kell egy meghatározó, kortárs építészeti remekmű is a városba. Ezért szerinte a Rákos rendezői terveknél sem a méret, hanem a minőség lesz a fontos. Nyugodtan vizsgálják meg, tényleg, lehet-e felkőkarcoló, nem lehet. Ha igen, mekkora legyen, és főleg jó legyen. Tehát a legfontosabb az, hogy ha egyszer majd épül egy igazán magas épület, vagy akár épület együttes annak a helye, de végül milyen kvalitású épületek lesznek, ugyanis azok nagyon láthatóak lesznek. Bármilyen gyegébb minőség vagy közepes épület el tud tűnni a környezetében, még ha nem is örülünk neki, de ha egy felkiáltójel, nem egy Eiffel torony minőségű, mondhatnék, vagy a Chrysler Buildinget, mondhatnék felhőkarcolók, vagy éppen a Burj Khalifát, amit idehoznak példaként, nagyon helyesen szóval befektető, az most éppen azonos. Tehát ugyanilyen nem magasságában kell ugyanakkor lenni, kvalitásában, mint a világ legjobb épületeinek, és ez megvalósul, akkor büszkék leszünk rá, ha nem, akkor nagyon szomorúak leszünk, és nagyon sokat fogjuk nézni, nagyon hosszú ideig. Városfejlesztő szakemberek szerint a Rákos rendezőihez hasonló, nagy léptékű fejlesztések képesek átformálni a várost, és jó stratégiával az is elérhető, hogy megfizethető lakásárak alakuljanak ki. Minden olyan nagyváros, mely a világ legélhetőbb városainak toplistáin szerepelnek, ezeket az elveket követik. Évtized óta Bécs nyeri el a világ legélhetőbb városa címet. És hogy mitől az? A belvárosi mérsékelt autóforgalomtól, a klimatizált utcáktól, a jól használt közterektől, a nyüzsgő kulturális élettől és a magas színvonalú szolgáltatóipartól. A szomszédos osztrák főváros sok mindenben hasonlít Budapestre, így nem csak jó, de követendő példa is lehetne, amiben helye van új városrészeknek, akár Rákos rendezőn is. Ez volt a Szabadon, a Szabad Európa tényfeltáró magazinja Benyó Ritával.
Több hasonló tartalomért iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és tartsanak velünk a jövő hónapban is.